azért jöttem, hogy megnézem, hogy a Homemade Ázsiának milyen ez a nyílt napja, a tánc napja. És nagyon érdekel, hogy egy csapatnak milyen a belső háttere. Ez egy ilyen táncos nyílt nap volt. Azért jöttem, hogy kipróbáljam, mert majd szeretnék jelentkezni hozzájuk. Nagyon szeretem már régóta K-popra táncolni, és ez sehol nem adathatott meg. És kerestem sok K-popos csapatot, és mondokon láttam titeket, és gondoltam, megkerestelek, és akkor eljövök. De az a lényeg, hogy ez kitartó, és ez az egész nem ilyen lassú, hanem ez tényleg így, hát mint hogyha ezt meg kell fordulni. Tehát, hogy, és tartsátok az egyensúlyotokat kezében. Alapból az, hogy látom, hogy az idolok milyen sokat küzdenek azért, hogy ők híresek legyenek egy kicsit is, és hogy így sikerüljön nekik minden, és ez nekem is erőt adott arra, hogy ne hagyjam fel és csináljam tovább, amit szeretem. Hát nagyon tetszik. Meg tudod fogalmazni, miért? Hát már olyan összetartóak az emberek. Olyan aranyosak, kedvesek, viccesek, nem ilyen komoly szigorságban. Nagyon jó, hát az óra kellemes. Jó volt, hogy egyszerre volt szórakoztató, és mégis haladtunk, meg táncoltunk, meg precízen elmondtak mindent, hogyan, hogy kell, segítettek. Az a lényeg a poppingnak, hogy alapból rá vagy feszítve, és feszített a mozdulat, és még jobban rá feszített, ettől lesz egy ilyen rángás. Sik, én nekem nem vagy itt ezeket az izmokat így húzod össze, vagy a lapockádat közben nyomod lefelé, és attól van egy ilyen, ami így lefelé nyomod, egy ilyen rángás. Ezt nézzük meg, hogyha így rám, ezzel ugye ráfeszítesz, ezzel meg, ahogy így megfeszíted, és akkor így... Uh-huh. Még egyszer. 5, 6, 7. Hát nagyon jó volt, mindkettő zenét nagyon szeretem, szóval örültem is neki, hogy ezek voltak, és így igazából örülök, hogy igen, megtanultam ezt a kettő koreót. Nagyon jó hangulat van, és hogy nagyon jó lesz ez még a jövőben, ha sokat fognak elérni. Yeah!